Most a robot az egyik kamerájával ráfordul arra a saktábla mintára, azzal kell magát kalibrálnia. A saktáblának az egyik pontja a 0-0 koordináta, az automatán beolvassa, és ahhoz kezdi majd építeni a térképet. Az Ukrajnában található aknaszlatinai sóbánya évek óta ökológiai katasztrófával fenyeget, hiszen a bánya beomlása óta megnövekedett a talajban lévő só koncentrátuma, amely a Tisza élővilágát is veszélyezteti. A társulás a Miskolci Egyetem munkatársaival és kutatóival azon dolgozik, hogy fel tudják mérni a segítség tudományos kereteit, és meg tudják állítani a környezetterhelés további mértékét. A munkálatokra 1,2 millió eurós támogatás érkezett. 5 éves jubileumi ünnepségen találkoztak a Tisza korlátott felelősségű Európai Területi Társulás tagjai és támogatói hétfőn Kisvárdán. A határmenti települések példaértékű együttműködése és összefogása révén kézzelfogható eredmények születtek az elmúlt több mint fél évtized alatt. A 10 sikeres projekt közül 2 jelenleg is folyamatban van, a magyar és ukrán összefogás eredményeképpen. Ha rangsorolom kell az eredményeket, illetve a fejleményeket, akkor az első mindenféleképpen a Zero Waste projektünk, amely 5,5 millió eurós támogatást nyert az Európai Unió határmenti együttműködési programjainak a keretében. De egy lerakót építenénk jánosi településen Beregszáztól nem messze, aminek eredményeképpen tudjuk a szilárd hulladék mennyiségét, illetve a természetbe kerülő szilárd hulladék mennyiséget, hiszen feldolgozó is, vagy válogató is csatlakozna ehhez a projekthez. Rövidesen lezárul az a tender felhívás, amelynek remélhetőleg érvényes ajánlatok érkeznek be, közbeszerzés felhívás, és néhány héten belül eredményt tudunk hirdetni. Viszont azt is reméljük, hogy ez a forrás elég lesz ahhoz, hogy ezt a tervünket megvalósítsuk. Ha nem, akkor újabb lépéseket kell tenni pótlagos forrásoknak a bevonására. A Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára azt mondta, azzal, hogy Ukrajna 2007-ben ratifikálta a madridi keretegyezményt, lehetővé váltak a jogi alapok is a két ország szoros együttműködésére, és minden akadály elhárult a közös munka elől. A szaktárca az alapítás óta több mint 72 millió forinttal támogatta a társulás céljait. Ez a szervezet alapvetően alkalmas arra, hogy határon átnyúló keretek között kezelje, foglalkozzon a térség problémáival, és azok a szereplők, akik ebben részt vesznek, ugye Kárpátalja megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kisvárda is, illetve mindazok a szervezetek, akik itt aktívak a térségben, azok számára egy platformot biztosít, érdekeiket képviseljék, közös célokat tűzzenek ki, legyen az a határon átnyúló infrastruktúrális kapcsolatok fejlesztése, határátkelő helyek fejlesztése, a térség fenntartható fejlődése, a hulladékgazdálkodás határon átnyúló problémáinak a kezelése, illetve számos olyan kisebb projektfejlesztés is, ami az itt élő emberek, határmentén élő emberek számára fontos, és az ő hétköznapjaikban segítségként tud megnyilvánulni. A rendezvényen elhangzott, az elmúlt 5 évben kialakulhatott egy közös érdekvédelmi platform két olyan ország között, ahol az egyik résztvevő uniós tagállam, míg a másik a felvétel előtt áll. Példaértékű munka jött létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kisvárda és Kárpátalja megye önkormányzata között, a Tisza korlátott felelősségű Európai Területi Társulás munkájának is köszönhetően az elmúlt években.